I'm going to say. Christmas Eve is coming soon. Now are you, dear old man? Whisper what you'll bring to me. Tell me if you can. Sziasztok! Már megint itt a műhelyben kezdjük a videónkat. Ricsi, szeretném megkérni, hogy mutassa meg az új hegesztős kesztyűjét. Ezt nem szóval, nagyon jó lett. Már is raktam. Hát, azt rosszul tetted. Mert szerintem mindenki kíváncsi rá. Ó, igen. Na, majd a karácsonyi lappal visszaküldjük neki. Hát, ez gyönyörű. Igazi marhabőr. És akkor már Lacit is megkérjük, hogy mutassa meg az új bakancsát. Használjátok egészséggel. Kösz. Na, hol a kávé? Kaptak a teheneim friss szalmát és szénát is, mert már kicsit kevés volt nekik, és akkor Ricsi felbakolta a kombányt, mert nem akartuk, hogy egész télen ezeken a kis kerekeken nyugodjon a súlya, úgyhogy beraktuk a platóra a létrát is, és akkor most elindulunk, lemaradt a reggelink, és már dél is elmúlt, úgyhogy a törzshelyünkre beültünk. Mit vágyat? Még egy megállónk van. Mégpedig ajándékot hoztunk a állatorvosunknak, akit már ismerhettek ebből a videóból. És ezt most beadom neki, mert tudom, hogy nincs itt, úgyhogy szerintem, ha ide leteszem neked padra, akkor biztos, hogy ezt megtalálja. Itt rohk. Na és akkor végre elárulom, hogy mi ez, hogy töltünk erre. Tehát a minden éves túránk az arról szól, hogy ilyenkor az ünnepek előtt fagyöngyöt szoktunk keresni. Fagyöngyöt szoktunk keresni, vagyis Viszkum albumot, ha így esetleg jobban tudnátok, hogy miről van szó. Szórom a magyarot. Legem ne szólt a magyarot, mert nagyon finom. Nagyon. Azért, milyen finom magyarot vettem. Na, úgyhogy bocsánat, ha egy kicsit ízesen beszélek, mert közben magyarot teszem. Már Anna völgyet elhagytuk. Ricsi azt mondta, hogy errefelé járt a minap, és hogy látott fagyöngyöket. Tavaly meddig is mentünk végül? Lábatlan környékén. Igen, lábatlan környékén mentünk. Amúgy jó kis kirándulás volt, és nagyon szép fagyöngyöket találtunk. Most nem szeretnénk ilyen messzire elmenni. Úgyhogy figyeljetek ti is. Szóljatok, ha láttok fagyöngyöt a fánkon. Na, már meg is találtuk a fánkat, illetve a fájunkat. Ez jó. Jó magason vannak, de hoztunk létrát. Szerintem itt tudunk szedni. Itt amúgy tavaly is megállt. Ráadásul eléggé belátható útszakasz, úgyhogy talán veszélyben sem lesz. Még találtunk egyet, amit talán meg tudunk csípni, pedig ez amúgy teljesen tele van. Úgyhogy Ricsi elsétált a létráért. Hát ez is egy gyönyörű darab. Jó van, elég, már nem is fér be fel a platóra. Jaj, de kis helyes. Ezt kapja Zoé. És sikeresen teljesítve, és akkor indulhatunk haza. Köszönjük, ha megnéztétek a videónkat. Felcsítjük.
Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. Köszönöm. Sziasztok!